Üdv ismét! Most itt vagyok akkor a gesztenye fa alatt, mint említettem a trakeszos videómba. Nézzük be akkor a fa alá. Valamelyik valami igaz, mint ő. Nem tudom, mit írt ki most a kamerám. Remélem még veszi az adást. Na mindegy. Hát ha elveszik az adásom, akkor elveszik. Akkor felveszem újra. Nem. De ugyanezt már nem tudom, ugye. Na. Mint látható, azért még van a gesztenyefán. Mert szépen ki vannak fordulva a fondorból, bocsánat, már megint hülyeséget begyarázok. Itt is a másik is, szépen meg vannak nyílva, ugye ezek még nincsen nemestes meg le, idő kérdése. Na most, hogy fúj a szél, mikor itt videóztam, de előbb a traktoros videóval, mikor itt beszélgettem, majd magyaráztam, hallottam egy-kettő koppanik, tehát körbenézek akkor alatta, hogy van-e még. Esette utána, mert reggel szedtem egy jó fél vödörrel, hát ilyen kis nápolyi is vödörrel, most hogy nem hagyományos nagy vödör. Körbenézünk, hogy pottyant-e az ott. De biztos, hogy pottyant, csak hát ki tudja, hogy hova. Na, nézegessünk, hogy üres fondorok vannak. Ezeket szerintem már reggel összeszedtem. Hopp. Van, itt figyel, hát ugye ekkorák lettek, volt amikor kétszer, akár hiszitek, akár nem, kétszer ekkorák voltak, de idén itt a tesója, idén sajnos, és figyelek, ezek most ilyen kis, tényleg duplája szokott lenni a mérete, most ekkor örülünk neki szerintem, én örülök ezeknek is, egyrészt, láttam, itt is láttam egyet. Csodálom, még az egérkomák nem támadták meg, mert nincsenek még megrágva. Igaz, hogy mint mondottam, reggel ma összeszedtem egy részét, úgyhogy sokáig nem pihennek itt a fa alatt, mire egérkoma rátalálna. De hát itt is egy. De sokszor megrágják, ugye? Hát azokat ott hagyom nekik, ha legyen. Itt is van egy. Hát tényleg most picikék, de egy fene nem számít. Itt is ekkorák. Hát egy kevés kell látom, azért hallottam, hogy potyorok, azért mondom, érdemes átnézni, akkor ne hagyjunk esélyt az egereknek. Hát ez meg kicsit már penészes, ez már régebbi. Ezt itt hagyom, ezt már megeszik majd a zegerek, vagy valami lesz vele. Azért azt már nem viszem be. Azért csak a frisset, szép fényeset. Piacon is árulnak. Sokszor tiszta víz, meg van mosva, szép fényes legyen. És hazavisz az ember tiszta kukac. Tehát azt nem szabad megvenni. Csak az ilyen szép, fényes, egészséges gesztén szabad. Amiben látszik, hogy ilyen aprók is. Amit a kupac már kitermel, por, nem is tudom, minek nevezzem azt a rágás valamit. Na ezt most, az már azért szebbek. Ezek már szebbek. Ez a fényes gesztenye, az a friss. Mert ugye látszik, hogy én is már többször láttam piacon, hogy ki volt téve hálóba, egy kis zsákba, és folyt ki belőle a víz. Eleve ugye fölvizezik, megmossák. Persze, egyrészt a súlya is nagyobb, másrészt meg szebbnek tűnik, ugye? Tehát azzal vigyázni kell. Csalódás éri az embert. Ennél ez a legfrissebb. Amit a fa alól felszer most az ember, az tud kell, hogy friss. Jó, hát van benne egy-két régebbi is, de ha napi szinten szedegetem, ha nem is jövök ki fél naponta, óránként, de akkor tuti, hogy friss gesztenyét eszek, és nem régit. És nincs benne csalódás. Jó, hát ilyen ez a kis gesztenyém, mint látható. Na, itt is van egy a raklapon, ami a talajmarón van. Hát itt a talajmaró, hát ez ennek majd tavasszal lesz szerepe. Most még el ott, itt is egy. Na, azért csak potyardozik. Úgyhogy a szél, hogy nem szoktam lerázni a fát.
Mert látható. Ott is, hogy van megnyílva, de nem ér csapkodja. És sokan póznák a nagy, micsoda, karókat dobálnak fel, meg fadarabokat, meg mit tudom én mivel, leverik a gesztenyét. De nézd, ott fönt, hát ott eszméletlen. Nem is tudom. Próbálunk rázumolni. Oké. Ott vannak fönt, ugye? Ők ott még fönt figyelnek szépen, úgy, ahogy kell. Egy kis mozgás kellene neki, az kiesnének. De én úgy vagyok vele, hogy addig frisse gesztenye, még ott fönt van. Most minek vigyem be, ha most lesz egy evésre való, megesszük, és akkor fölösleges ötben tárolni, és meg csak megszárad, tönkre megy. Itt kint meg szépen addig el van. Jó helyen van itt a kutya, nem ez zavarja, mert nincs sokadékban senkinek. Na, ezen még zöld. Nem tudom, mennyire látszik, mennyire se. Ezeken még zöld, ugye? Maga a foncsor. Dor, mondor, hát ilyes, nem tudom miért foncsorokat magyarázok. De ez egész, ez a három fa, mind másik fajta fa, tehát nem egy formát teremnek. A sponyám is szépen növekednek. Ezeket ugye majd akkor lehet leszedni, mikor a kicsit a dér, a fagy megcsipi. Szép jó reggelt! Ma vasárnap van, október 4-e. Ez tegnap esti vihar kicsit lehűtötte a levegőt, és szerintem a gesztenyét is leverte, mert elég nagy széllel jött, és most oda tartok. Megpróbálom, akkor összeszedem őket. Hát elég vizes minden még, de hát korán kijövök. Csak azért, hogy nehogy valami rágcsáló megtalálja, aztán előbb elvigye, mind én összeszedem. Ám bár, mint tegnap is látható volt a kis szösszenetben, amit fölvettem, nem sokat rágtak meg, tehát nincs ilyen probléma, de hát sose lehessen tudni. A tegnapi művem. Ugye most már odahoztam azt a kupacágat, azt majd ott elégetem. Közben Zafi regerészik. Szépen beletaspolta legalább a kis záporeső, és a nagy viharral jött este, de amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is ment éjszaka, mint láthatod, verőfényes napsütés van, de lehűlt a levegő rendesen. No, de lássuk a gesztenyefa alatt, mennyire verte le. Hát hoztam ki most egy vödröt, és ahogy elnézem, azért van alatta most bőven. Szerintem amiket tegnap mondtam, hogy rajt hagyom, azokat most mind le is csépelte. Látható, szépen le is van potyogva. Figyellek a gesztenyék a levelek között. Levelek fölött mindenfelé gesztenye. A fűben ilyenkor még finom, mint tegnap is elmondtam, ugye? A gesztenye ilyenkor friss, mikor még fényes, nem mikor már matt, akkor már ugye teljesen ki van száradva, és az már nem olyan, nem lehet sütni, az olyan lesz, mint a kőszikla, az már sosem fog visszapuhulni. Ilyenkor, amikor még friss, ilyenkor nagyon finom puha, megsütve mindenhogyan. Na jó, nem is akarok, csak így végfutok, mégis látható, hogy a vihar megdolgozta egy kicsikét a fát. Vannak azért szebbek is, közben akad egy-két szebb is, és elég apró lett idén a gesztenyénk, de hát ez van, az a lényeg, hogy a miénk. És párosával szépen, úgy, ahogy majd kell, majd lehet, hogy a sütésről is rakok fel egy videót, ennek a videónak a végén, valószínű. Ma délután rakok kint tüzet, mert ugye gesztenyét azt kint sütöm, nem ott benn. Jó, akkor, mint látható, elég lesz, jó lesz, majd a végén a termést
mai termést ezt levideózom, mennyi lesz a vödörben, mert most ugye hát üresen hoztam ki, de már most ennyi van. Úgyhogy lesz itt még bőven. Ennyi jött össze most reggel, így hirtelenjébe. Hát egy ilyen kis nápoly is vödör. Ó, 3/4 van. Hogy hány kiló, azt meg nem mondom. De ez legalább még friss. Ez egy frissen szedett. Hát egy jó 2-2,5 kiló. 2,5 kiló biztos van szerintem. Ja, nem. 2 éve annyi volt el, és tudtam belőle adni legalább 10 kilót. De hát idén nem fogom eladni, bár most van ott benne még egy ilyen vödörre való, meg ez. De hát megesszük, megfőzzük, megsütjük, inkább mind eladjam. Nem tudom, milyen áram, hogy most a gesztenye, még a fán lesz, még egy ennyi talán lejön a fáról, de most nem akarom eladni. Tehát egy kicsit sárosak most ugye, sok eső véget, de nem számít. Akkor majd a videó végén csinálok a sütésről is egy videót. Reméljük, hogy az eső nem ered meg, szép idő lett, és akkor a sütésről is egy videóval jelentkezem majd. Na és akkor a gesztenyemetélés. Egy kis én, ahogy szoktam csinálni. Az aljára teszek egy, persze, hát egy ilyen kis peckókés, az a lényeg jó hegyes legyen. Most egy kicsit köszörültem a hegyén. Mennyire látszik, mennyire se. Én legalábbis ezt szeretem. Könnyű. Igaz, hogy nem mai csirke. Könnyű. És van hegye. Most megköszörültem egy picikét. És akkor az aljára egy X. Az aljára egy X, tetejére egy X. És a hátulját végigvágom. Ennyi. Tehát az aljára egy X. A hátulját végigvágom. Hát nem túl mélyen, arra kell ügyelni, hogy szerintem csak a bőrét kell átvágni. Van az a kis bőr alatt, az a kis szőrös rész, még azt amennyire át lehet vágni, hogy az böndörödjön le róla. Azért jó, hogy a nyers gesztenye, és a friss gesztenye, úgy mondom, mert ez még puha. Igaz, hogy most még kemény, de ez puhára fog sülni. A száraz gesztenye, az viszont megkeményedik. Az olyan kemény lesz, mint a kőszikla, az ember fog a kidarigvált. Amennyire lehet, egy X-et teszünk az aljára. Tehát ez így megy. Azért ugye ez elég lassú folyamat, hosszadalmas, úgymond sokan nem vacakolnak bele, megvágják egy helyen, az kész. Én körbe vagdalom, amennyire tudom. Egy X, hát most körülbelül X, tehát hátulján végig. Sokszor hátulján is megvágom X-be, hogy ezt mondom hátuljának, ezt a részt. Ide is teszek egy X-et, de fölösleges. Ha a belső ittben sütöm egy lábasba, akkor esetleg jobban körbevágom. De kint, ahogy sütöm, onnan szerintem nem kell. És meg kell próbálni aránylag egyforma szemeket, sat per kávéra persze, egyforma szemeket összehozni. A sütés szempontjából például itt van ez a kis picike, tehát ezt nem érdemes ezek közé megvágni, mert ez már szét fog égni. Ez meg még mi a fene, nem fog megsülni, tehát ez megy vissza a vödörbe. Az jó lesz majd főzni. Főzésni szerintem annyira nem számít, bár én a főtten nem szeretem, asszony fajtás szereti, ő majd megfőzi a többiekkel együtt. Jó, hát ezt most nem fogok végig videózni az egész, itt tudom hány fél kiló gesztejét még én megvagdosok. Csak meg akartam mutatni, hogy én a gesztenyem etélést, a vagdosást így oldom meg, és elég jó szépen így le tudom róla köpeszteni, majd sülés, sütés, vagy akár ki is ugrik belőle a belseje, sütés közben. Biztos lesz benne kukacos is, egy-kettő, mert százszor érzem, hogy ez például már kicsit olyan puhább, nem tudom, mindegy, megmetéltem. Na most még ez még belefér a méret határba, úgymond. De azért mondom, itt is, mint látható, fényes a gesztenye. Tehát nem szabad a matt gesztenyét, ez már egy kicsit ugye mattabb. Úgyhogy ez már lehet, hogy... De még sárga. Úgyhogy akkor még jó, talán jó lesz. Tehát ez tömör. Lehet látni, nincs összefonnyadva.
ezeket tegnap szedtük, ezeket a gesztenyéket, a mai még mai friss, ezt még nem bántottam. Abból most nem sütek, a tegnapiból fog sütni. Tegnapi. Amiben lehet, ez nem fog jó lenni szerintem. Igen, csak olyan. Hát érdekes pedig. Jó, tehát... ennyiről megcsináltam egy marokra valót. Tehát ez el lehet képzelni egy kicsit hosszadalmas munkafolyamat. Épp azért ezt nem is akarom teljesen lefilmezni. A következő az már a sütés lesz, vagy az előkészületek legalábbis. Addig is minden jót. Még visszatérve egy kicsit a metélésre, ugye itt van egy másik vödörbe víz, és akkor metélés után, ahogy metélem, azt el is fejtettem mondani, én beleszórom vízbe őket, szépen hadázzanak. Sokan azt is olvastam több helyen, hogy előtte, metélés előtt áztatják be a gesztenyét. Hát, én nem tudom. Szerintem nem tudom, mi jelentősége van neki, hogy megpúlelve könnyebb metélni, vagy nem. Fogalmam nincs, hogy mi szerepe van neki. Szerintem éles késsel bármikor, bárhol el lehet válni a gesztenyét. Nem kell hozzá áztatni. Én metélés után áztatom be. Nem tudom, én sem tudom, mi értelme van. Mi sincs, ez megszokás dolga. Egy kicsit ázzon, bár friss, tényleg friss a gesztenye, de lehet leszedve, vagy felszedve. Tehát nem régi gesztenye, mert azt mondom, hogyha régi, kicsit ázik, hogy talán jobban sütéskor kis gőz keletkezik a héj és a maga mag között, vagy a belső rész között, és könnyebben elválik tőle, nem tudom. Ez nálam csak egy ilyen megszokás dolga. Tehát ezt még elfelejtettem mondani, hogy metélés után én beáztatom még egy vízbe. Mit tudom én meddig, lehet, hogy még megrakom a tüzet, addig hadázzon, hiszen maja nem lesz neki, nem fog kicsirázni, semmi extra. Az a lényeg, hogy egy kicsit megáztatom őket, mielőtt sütésre kerülnének. És akkor haladjunk a tett színhelyére. Most már kint vagyunk, mint látható, elég jó föltámadt a szél. A tüzet már megraktam, nem volt egyszerű, mert elég jó szétázott minden a külső fám itt, ami kint volt, de azért találtam itt a kemence alatt pár száraz fák, úgyhogy a tűz már lobog. Látható, itt lesz a tett színhelyem, és ő lesz a célszerszám. Benne fogom sütni a gesztenyét. Ilyen maszek kreálmány, egy kis fanyel, hogy ne égesse meg az ember kezét. Továbbá, ugye ki van furva, hogy a láng érje mindenhol a gesztenyét. Hát most meg ugye a pókháló mi egymás bent van, meglátszik nem most volt használva, most bányáztam elő. Ilyenkor az van, az első sütés, kiégetjük egy kicsit a pókhálót, egyéb dolgokat a rostából. Szépen átmelegítjük frankon, ahogy az kell. Tehát ugyanez a technikával fogom sütni a gesztenyét is, láng, nyílt láng fölött. Se fedő nem lesz ezen a kütyűn, ezen az eszközön. Úgy, de jó, az a szél összekeveri a füstött lángot. Nem tudom, melyik oldalra álljak. Hát van egy kis súlya, plusz ha be lesz a gesztenye, még nagyobb súlya lesz, ugye? De hát ez van. Szépen kiégetjük, átforrósítjuk, nem maradjon benne semmilyen. Se a Covid, semmi nem maradjon bent tavaszról, vagy tavalyról. Na kérem szépen, előmelegítve, oké. Innétől az lesz, hogy egy kicsit még hagyom égni a tüzet, hadd lobogjam, és rakok rá valami normálisabb fát. Most ez egy csipegyújtásra vannak rajta ezek a vékony kis golyacskák. Ugye ezek voltak a kemencegyújtósok, vagy ilyenekkel gyújtom a kemencét, hogy ezek hamar belobbannak, ezek voltak szárazok. Sajnos ugye hatalmas eső volt este, mert ugye széllel jött, a szél az itt is maradt egy kicsit, a viharral inkább. Úgyhogy hagyom, hadd lobbanjon le, majd megpakolom nagyobb hasábokkal, és akkor lehet sütni a gesztenyét fölötte. Hát a maga a sütés szerintem nem lesz egy hosszú időtartam, mert sokáig nem szabad sütni. Sokáig nem szabad sütni azért, tehát sokáig nem szabad sütni sokáig, mert megszárad, nagyon megszárad a gesztenye,
és onnétől kezdve már tényleg kőszikla lesz, és kalapát csak kell széttörni a sült gesztenyét. Ezért is nem tanácsos venni régi száraz gesztenyét, hanem tényleg friss, fényes gesztenyét kell venni, ami látszik, hogy friss. Hiába érjek oda, mint tegnap is elmondtam, és ebben a videó elején lesz szerintem, szedéskor, mert akkor nem a traktoros videóhoz teszem be ezt az egészet, hanem ide. Ott is elmondtam, hogy csak olyanokat kell megvenni, ami látszik, hogy friss, és nem csak megvizezett száraz gesztenye, amiben már kukacok kitúrták azt a kis maszatot. Tehát azt már nem érdemes megvenni, mert annak a felét, háromnegyedét el kell dobálni. És azért van megáztatva, hogy szinte folyik a zsákból a víz a piacon, ott mondtam, hogy jó súlya legyen, jó áron el lehessen adni, amúgy semmit nem ér már a gesztenye. Abszolút főzni való, semmire nem jó. Tehát csak a friss gesztenyét szabad megvenni. Most ez a szél elég jó fúj, és ez még le fogja verni szerintem ma a maradék gesztenyémet, ami érett. A többi, ami a zöld fondoros, azt még nem, de az éretteket szerintem leszórja, úgyhogy még délután össze fogom szedni. Jó, ennyi kis bevetés, akkor a tűz már szépen ég, rakok rá még nagyobb darabokat, aztán kezdődik a sütés. No de, mielőtt bárminek is nekiállnánk, még kicsit raktam rá fát, püstölök, még bűzölök, először öblögessünk, majd utána ráérünk sütögetni itt a gesztenyét, úgyis egy darabig kell tartogatnom azt a nehéz dögöt, de hát ez van, esküdtem, végülis lehet, hogy egy kis hordót, egy kisebb hordót kéne szereznem, vagy valami olyan, valamit hegesztetni, amire ezt a valamit rá tudom tenni, ezt a sütögetőt, akkor nem kéne tartogatnom, csak mozgatni. Ugye állandóan mozgást igényelnem, nem a szél mennyire fogja bezavarni a hangomat, mert elég jó beindult, tehát lehet, hogy az jó lenne még, de egyelőre ezt így csináltam, mit szoktam meg, úgyhogy akkor öblögessünk, egészségetekre. Egészségetek. Na. A tűz rendesen beindult. Itt a gesztenye. Leteszem ezt a valamit, sütögetőt úgymond. És nemes egyszerűséggel átöntöm rajta. Ugye? Ennyi. És így víz elmegy, gesztenye itt marad. Semmi extra nincs ebben, és kezdődik a sütés. És folyamatosan láng fögött tartva megkezdjük a sütést. Az elején még nem muszáj nagyon mozgatni, későbbiekben. Ugyan kezd égni a gesztenye héja, úgy muszáj folyamatosan mozgatni, mert meg fog égni. Nyugodtan be lehet engedni a lángba, nem lesz semmi baja. Max egy kicsit megfüstölődik, de hát annyi baj legyen. Az a baj, hogy elég jó kevereg a szél, és a láng nem szép egyformán jön fölfele, egy csúcspa úgymond, nem össze-vissza tekeri. Pedig aránylöked a kis tűzhely, elég szélvédett helyen van, de hát hiába, ha egyszer a szél megtekeredik. Na, egy kis ezért jelentés, ezt az üveget elrakom innen. Látható, szépen kezdenek kinyílni. Ugye az a baj, hogy azért lenne jó valami rács ide, vagy valami, raktunk ide rácsot, csak hát annyira az idő vas fogja megdugozni ezeket a téglákat, és megmozdultak, úgyhogy nem tudom rátenni, mert beburul. Majd valamit kiöltök,
a következő sütésre. Látszik, elég jó száll a parázs már. Elvileg szépen leszoktam róla égetni magát a híját. Persze ügyelve arra, hogy a gesztenye ne égjen meg. Nem tudom, hol foghatom még meg ezt a vasat. Na, alakul, szépen feketednek, az már jó. Ugye ezért jó egyforma gesztenyéket választani, hogy egyformán így süljenek. Igen, szép. Az a baj, tényleg ez a láng össze-vissza fújja a szél. Jó. Kis pihentetés, itatás. Úgy. Majd, ha megsül, akkor egy lábasba kiburítom, és konyha ruhával letakarom gőzölődni. Hát ez is egy ilyen szokásom. Van, amit biztos, hogy ér. Nem tudom. Ilyenkor már egy-kettőt, ami így könnyen ki, mint látható ez is, ennyi a pucolása. Kész is van. Tehát ennyi egy gesztenye pucolása, szépen kiugrik a bőréből, úgymond. Ez a friss gesztenye. Ezt ide leteszem hűlni. Hát, hogy még nem jó, de egy próbát mindig szoktam ejteni, közbe-közbe. Mindig ilyen nagyobb szemet kiveszek. És ha az már jó, akkor elvileg a többi is jó. Az a baj, tüzem kezd alább hagyni. Azt nem mondom, hogy tökéletes már. Még egy kis sülés kell neki. Itt kemény. Szerintem hozok még fát rá. Kicsit bedurrantjuk a tüzet. Igen, csak alább hagyott talán. Nem biztos, hogy a sütésnek jót fog tenni. Ám bár így is meleget ad, ott fölötte, de jobb szeretem, ha a lángba tartom magát a gesztenyét. Igaz, hogy bekormolódik meg minden, de én így szoktam. Lesz egy szagom. Isten tekeri a szél mindenfelé a füstöt.
mint látható már, szépen bontakoznak ki. Nem akarom megfogni a vasat, mert ez kicsit meleg. Szépen bontakoznak. Ezért szoktam jó bevagdolni, körbe-körbe mindenfelé, mert így és sokkal jobb. Egyszerre kiugrik a bőréből, úgymond. Hát a gesztyűs sütés az mindig rám hárul, mert én szeretem nagyon sütve. De hát szeretem is sütögetni, mert tudom, hogy van értelme, hogy utána finomat eszek. Na, kicsit bedurran a tűz, ma kezd jobban melegíteni. Ez a jó neki. Ott benne nem szeretem sütni. Egyrészt, mert tiszta füst lesz a lakás, mert azért a gesztenyének olyan sül, azért van egy kis a héjának egy kis füstje. Akár hogyan sütem, itt meg nem számít. Mert ez a hülye láng is össze-vissza megy. Na, egy kisebbet kiveszek, ha sikerül. Kicsit meleg. Kezd kicsit megégni. Úgyhogy lehet, hogy na, ő már ilyen. Kicsit már meg van égve, de ettől még puha. Ő már jó. Ezért jó ez a magas falu tud, mert ha ilyen az ember mozgatja, nem ugrál ki belőle. Én szerintem egyet látható, szépen sárgulnak már. Egyet kikapok megint, egy nagyobbat, majd én nem is teszem vissza. Ide a szélére, vagy az éjjel kicsit meleg, meghűjjön ki nagyon. Ugye a puszolása, itt ez a keserű bőre, hoppá, keserű bőre is pikpak lemorzsolóható. Tehát a friss gesztenyéről nagyon könnyen le lehet szedni a, úgymond a héját, kiurasztani a bőréből. Ami már régi, rá van száradva, az nem jön így le. Ha. Nem is akarok, mert szerintem ez jó lesz. El is tudom a lábot. Na, idehoztam a lábost, kicsit még átmelegítem, úgy sincs a tűzmát. És akkor ennyi előve be is fejeztük a gesztenyésütést.
Hát oda jönnek, hogy oda kell figyelni rá. Jó. És konyharuhát gyorsából rádobjuk. Így. Tehát itt szépen megkövesszük. Erre innunk kell. Jó, tehát ennyiből zajlott egy gesztenyes ütés, a szeréstől a sütésig, vagyis nem is a gesztenyének a folyamata, a szeréstől a sütésig. Tüzet itt hagyom, nem számít, nem tud meggyulladni semmi, elég az kész. Gyulladna, megiszta tiszta víz minden. Beviszem a gesztenyét, és akkor bent esetleg, mikor lekapom a konyharuhát, még csinálok pár felvételt. És akkor bent is vagyunk, a sütőben sülnek a linzerek sorba, és akkor itt van fölül, amit én sütöttem. Még a konyharúa rajt van. Nézzük meg, mit takar. Jó meleg a konyharúa. És íme. És íme akkor a gesztenye. Úgy látható, kicsit, az nem számít, hogy füstös. Aznak lényegtelen, az csak azért van, mert hát a füst tűzön volt. A többi, az szép egybe meg ki tud önni. Kis morzsolás, aztán le is ugrik róla a bőre. Ennyi. Nem is úgy szoktam csinálni, hogy úgy szoktuk, hogy a konyharuhát azt mindig rajt hagyjuk, és akkor onnét lopkodunk ki alóla, és tehát folyamatos gőz alatt legyen. Nem tudom, értelme van-e, nincs-e, de hát ez megszokás kérdése. Mi így szoktuk csinálni. Innét már nincs más hátra, mint elfogyasztani, és le szépen csipegetni. Kapok is ki párat, aztán meg is eszem. És akkor gesztenyes ütésről ennyit. Elfogyasztottam, nagyon finom volt, nekem legalábbis tetszett a szajpajtásnak is, úgyhogy nem volt nagyon megégetve, puha volt, ízletes volt, édes is volt, úgyhogy tökéletes volt, most friss. Úgy, hát ez a baj, hogy ugye jövő hétvégére, már ha meghagyom a másik üdőre valót, az már sajnos meg fog száradni, a gesztenyét sajnos tárolni sokáig nem lehet. Legalábbis én úgy vettem észre, hogy sok értelme nincs, úgyhogy lehet, hogy jövő héten, ugye mivel melózom, délután is leszek, de élet nem kicsit nincs kellene füstölögni, hogy füstös legyen, de mégis munkahelyre minden reggel mindig fürdnem kell utána, meg mi egymás, úgy meg nem akarok bemenni melóhelyre. Úgyhogy valószínűleg a többit megfőzzük. Mert főzni szerintem lehet a régebbiből is, de sokáig nem szabad tartogatni. A fán még van, az a lényeg. Hát most ez a viharos szél, hát nem is annyira viharos, de fújdogál, szerintem még délutánra tudunk szedni, vagy estére. Azt még felszedjük, aztán elrakjuk. Sütni is fogok még belőle persze természetesen, az egyértelmű dolog. Nem tudom, mély hűtőbe ellene téve jó lenne, még sose próbáltam. Én nem szeretem az ilyen dolgokat, mert már hűtőíze van. Én úgy vagyok vele, hogy frissen minden a legjobb. És ennyi. Jó, nem is akarom szaporítani a szót, akkor a gesztenyéről, sütéséről, mi egymásról egyelőre ennyit. Akkor mindenkinek a legjobbakat. Csákány, sziasztok!